Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban, és egy nagyon szép makett kiállítás van, Földvár Imrével beszélgetünk. Nem is tudom hirtelen hány száz darab makettet sikerült itt most kiállítani. Honnan vannak a kiállítók? Én is először is üdvözlöm a nézőket. Körülbelül 5-600 makett biztos van bent jelenleg. Zömmel karcagi kiállítókkal, illetve van egy kis újszállási kiállítónk is. A két kiállítást tavaly érdeztük meg első alkalommal. Most újra rendeztük, több kiállítási tárggyal, több kiállítóval, bízunk benne, hogy jövőre még többen leszünk. És hát tényleg itt mi is rácsodálkoztunk, meg önök is nézték itt egymásnak a dolgait, tehát van egy-két kuriózum, meg nagyon sok szép érdekes dolog, de úgy nagyjából mi minden van, tehát vannak tankok, vannak repülők, de ön mint szakember azért mondja, hogy milyen jellegűek ezek a tankok és milyen repülők vannak itt. Hát a katonai vonalon elindulva először is, vannak első világháborús 2-3 fedelű repülőgépeink, vannak második világháborús repülőgépek, bombázók, vadászgépek, illetve szárazföldi harcjárművek, tankok is, mind a két oldalról, tehát a német oldalról és amerikai oldalról is, illetve modern vadászrepülőgépek vannak bent, modern helikopterek vannak bent, illetve a civil vonalon kamionok, személygépkocsik, illetve van diorámánk, vannak fából készült makettjeink, illetve maketthajók vannak bent, vannak figurák, festett figurák, és vannak kitalált járművek is, amely valóságban nem léteznek, hanem csak ilyen fantáziát szabadon leesztve készültek el. Már nem az első nap jöttünk, tehát azért tegnap már voltak tapasztalatok, gyerekek, felnőttek, gondolom, hogy nagy örömmel jönnek be, és tényleg el lehet itt tölteni órákat is, mire mind a több száz járművet végignézi valaki. Igen, gyerekek közül sokan jönnek csoporttal, tehát akit az iskola hozzá, meg lehet hirdetve a kiállítás, csoportosan jönnek, hát fantasztikus élmény nekik, lerajzolják utána órá, hogy mit láttak, hatalmas zsivaj van, 50 gyerek 60 fele indul el, illetve családok jönnek gyerekkel, aki esetleg a gyerkőcből délelőtt az iskolával, szüleivel visszajön délután, megnézik, és nagyon apukától halljuk azt, hogy hú, régen én is csináltam, még valahol talán megvan, talán nincs meg, és milyen jó is volt, meg egymásnak is itt mutogatjuk az ötleteket, tapasztalatokat cserélünk. Igen, épp az előbb hallottam, hogy itt pakolták kifele az újabban érkezett maketteket, hogy rácsodálkoztak önök is egymás dolgaira, tehát biztos, hogy ez egyrészt egy tapasztalatszerzés is, meg egy ilyen közös öröm, nem, hogy most ilyet is találunk, és amit mondott, hogy jönnek, és akkor lehet, hogy jövőre, aki most eszébe jut, hogy nekem is van otthon vagy a polcon, akkor lehet, hogy így lesznek a következő kiállítók még többen jövőre. Így van, most is van olyan kiállítónk, aki tavaly volt itt, megnézte a kiállítást, és idén hozott először második világháborús tankokat, nagyon szépeket hozott, illetve itt egymás között beszélünk, ötleteket adunk, mit honnan lehet beszerezni, illetve vannak itt olyan kuriózumok, ami szerintem az országban csak egy pár darab van azokból. Beszéljünk egy picit az ön kiállító darabjáról, mi mindent hozott, hiszen ön is nagyon jelentős gyűjteménnyel rendelkezik. Igen, én most a gyűjteményemet kicsit megfeleztem, úgymond én most csak a helikoptereket hoztam el, illetve a második világháborús a Királyi Magyar Honvéd Légierőnek a gépeit hoztam el diorámában. Én most ezeket hoztam el, többi otthon pihenem, mert tényleg olyan sok van, hogy nehéz lenne elhozni mindent. Van egy nagy álom, amit most esetleg dolgozik valamin, vagy éppen szeretne még egy olyat, és most ezután keresgél, vagy bármit megtesz azért, hiszen hallottuk, hogy van itt olyan barkasz, ami nagyon kuriózom, és tényleg egy pár darab van belőle, tehát a gyűjtők azért mindent megtesznek ezért. Jelenleg én nekem két félkézgépen van, amit még most elhoztam, de szeretném befejezni, előbb-utóbb, már elég régóta dolgozok benne, illetve majd én a magyar vonalon dolgozok tovább, hogy nem csak a második világháborús gépeket készítem el, hanem a mostani, akár a Gripenig, a modern gépeket is, meg migeket, de ez még csak dobozban vannak. Megvettem, dobozban vannak, majd egyszer valamikor. Hát akkor remélem, hogy ez egyszer valamikor esetleg jövőre már ezeket is láthatjuk. Én azt kívánom, hogy minél többen jöjjenek el, és akkor találkozzunk jövőre egy év múlva, és akkor esetleg még kétszer ugyanennyi kiállítóval és rengeteg-rengeteg látnivalóval. Köszönjük szépen az érdeklődést is, és el is mondanám, hogy még a héten, tehát szombatig lehet látogatni a kiállítást, szombat délig, hétköznap 9 órától este 6-ig lehet jönni, szombaton 8-tól délig vagyunk itt,
mindenkit szeretettel várunk. Bokor Péter, az előbbi gyorsan megszámoltuk, hogy több mint 100 makettet hozott. Honnan ez a szenvedély? Hát ez igazából régi szenvedély. Szeretem a nagy autókat, hisz ezzel is dolgozom, mint fuvarozó. Aztán ugye itt az internettel megnőttek ezek a nagy lehetőségek, és bizony-bizony az interneten szerzem be ezeket a úgymond kicsinyített autóknak a másolatait, és ezáltal gyűjtöm őket. És hát az öné az a bizonyos említett kuriózum parkasz is, amiből alig van pár darab, tehát azt hiszem, hogy ezekre nagyon büszke, mondta, hogy volt olyan, hogy Pestre kellett fölmenni, és meg kellett szervezni, hogy elhozzák, mert olyan ritkaságokhoz sikerült így hozzájutni. Mindent ér meg önnek ezt, tehát gondolom, hogy akkor mindenkit mozgósít, nem egy ilyen darabért, hogy aki tud, az menjen érte. Igen, hát ez a parkasz, amiről beszélünk, ez azért is áll a szívemhez közel, mert én igazából 13 éves koromban egy ilyennel tanultam megvezetni. Nekünk, édesapámnak egy ugyanilyen volt, még a színe is ilyen, és mikor megláttam az interneten, hogy ezt hirdetik, hogy lehet rá licitálni, akkor igazából eléggé bátor voltam, és mentem, ameddig meg nem szereztem magamnak, és hát igen, ezt viszont nem garantálták a postai szállításnál az állapotát, hogy sértetlen marad, és ezért bizony csak a személyes átvétel volt lehetséges, és megmozgattunk minden ismeretséget, aki helyen fent ott van Pesten, közelbe érte ment, és akkor egy pár hét múlva, amikor jött haza, mert ő is karcagi, akkor elhozta nekem, és akkor utána bekerült a vitrínbe. Tehát ennek az autónak igen, tehát ez a jelentősége. De itt azért látunk kamionokat, meg focista sorozatot is hozott, tehát itt azért a többiek is rácsodálkoztak egy-két darabra. Igyekszik azért a kuriózumokra, vagy ez így alakult? Igazából szeretem az ilyen sorozatokat, bár nagyon nehéz őket úgy megtalálni, hogy az utolsó darabja is megvan. Igen, kemény harcokat kell vívni sokért a licitálások közepette, de igazából nem kifejezetten csak a sorozatokat gyűjtöm. Én szeretem egyes darabokat is, ránézek, megtetszik, és akkor, ha tudom, akkor azt megszerzem. És egyébként mennyi idő alatt lehet ezeket összerakni? Tehát ezek milyen arányú kicsinyítések? Ez az 1.87-es, a H0-as kicsinyítés. Igazából ezeket, amiket én gyűjtök, ezeket összeállítva árulják. Van olyan belőle, olyan gyártó, amelyikhez lehet külön kiegészítőket venni, tehát extra dolgokat, a gajtörőrástól a visszapillantó tükrökig, extra kipufogó csövekig, tehát bármit. Igazából azok elég vesés árat képviselnek. Van abból is egy pár darabom. Bízok benne, hogy azért majd még tudok belőle szerezni. És hát itt, hogy végignézte a tankokat, repülőket, tehát esetleg a autók felől elmegyünk-e másfelé, vagy inkább már ebben marad? Igazából én maradok a kamionoknál, hisz ez a minden szívem csücske. Nagyon tetszenek a harci járművek is. Valamikor emlékszem rá, hogy nekem is volt egy DC-8-as repülőgépem és egy Mi-6-os repülőgépem, egy helikopterem, egy szállítóhelikopter, de nem tudom, hogy hova lett, tehát a hosszú évek sora alatt valahova eltűntek. Tehát akkor ezt jövőre biztos, hogy nem fogjuk látni, de hát én azt kívánom, hogy akkor egy év múlva is találkozunk, és ne 121 autóval, hanem esetleg 200-at hozzon, és mutassa be, hogy milyen újabb kuriózumokhoz sikerült hozzájutni ehhez önnek kitartást, és hát azért az anyagi hátteret is kívánom. Nagyon szépen köszönöm. Hát igazából most sem hoztam el az összeset, tehát igazából most is több már, mint 200 van, de mivel ugye későn tudtam meg, hogy van ez a kiállítás, így jövőre majd felkészülök rá, hogy azokat az autókat is, amiket otthon hagytam, és papírdobozó vannak, még nincsenek kivontva, azokat is be tudjam mutatni, tehát valami kiállító falat, vagy valami olyan alkalmatosságot fogok nekik készíteni, amivel ezeket bemutatni lehet. Akkor adott a feladat, jó munkát kívánom! Nagyon szépen köszönöm!